Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép hideg nyári napon. Egyrészt különös tisztelettel üdvözlöm itt a Bodajkon a Tölgyes táborban megjelenteket, másrészt pedig azokat, akik később YouTube-on fognak megtekinteni. Őket a neves időjárás jelentő Toroszkai László szavaival arra kérném, hogy ne felejtsék el lájkolni a videót, feliratkozni a YouTube csatornára, és bekapcsolni ezt a kis harangot is, hogy kapjanak értesítést a későbbi kutyapártos videókról. A mai témánk az lenne, hogy hogyan szervezzünk pártot, de még mielőtt belevágnánk, bemutatnám a vendégeimet. Hát jobb oldalt Tóth Pétert, kampánytanácsadót köszönhetjük. Mellette Dúl Szabolcs, jelenleg szabadúszó újságírót. Balamon Orosz Dánielt, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének kutatóját. És végül pedig a radikális személyiségváltozáson átesett Unger Annát, aki véletlenül Vágó Gábor politikussal hasonlít. Hát ugye egy sajátos időszakban vagyunk, kampány után ilyenkor így a politikusok át szoktak vedleni politikai elemzővésen, nagy cikkeket szoktak leírni arról, hogy akkor hogyan is kellett volna megcsinálni ezt a kampányt, hogyan kellett volna jól megszervezni a pártjukat. És úgy döntöttük, hogy mi is csinálunk egy ilyen beszélgetést, ahol mindenféle hozzáértőket megkérdezzünk, hogy hát hogyan is működik ez a pártszervezés. Úgyhogy vágjunk is rögtön bele. Egyébként még annyit mondanék, hogy egy kérdésfeltevő workshop keretében készültek ezek a kérdések tegnap hajnali 13:30-kor. Úgyhogy ez a politikai innovációnak az egyik része az a különféle ilyen részvételi dolgok, úgyhogy ez a részvételi ilyen kérdésfeltevés, ez egy új műfaj, úgyhogy hát reméljük jól sikerültek a kérdések. Az első kérdésem az lenne a vendégeimhez, hogy hogyan lehet a különféle korosztályokat bevonni a pártok működésébe? Köszönöm a meghívást. Sziasztok! Szerintem a kutyapárt az első feladatot teljesítette, hogyha hajnali 13:30-kor írt össze kérdéseket, mert ha valaki politikus szeretne lenni és politikát szeretne csinálni komolyan, akkor az 16-18 órás melló egy jó ideig naponta, nem pedig egy 4 órás félállás. Úgyhogy, hogyha hajnali 13:30-kor, meg 14:00-kor még ezen dolgoztok, az már egy jó jel. Megkaptam ma a kérdéseket a Botontól, amik szerintem nagyon fontosak, és megválaszolandó részkérdések, de én ilyen illetlen vendégként jeleztem Botonnak, hogy viszonylag keveset fogok, hogy szeretnék beszélni a válaszokról, vagy ezekre választ adni. Egy-egy mondatokkal intézném el, mert szerintem a párt építés az ennél egy tágabb értelmezési keretbe kell, hogy helyeződjön, hogyha ezt valaki komolyan venni, vagy veszi, mint ahogy vannak erre utaló jelek Magyarországon is, hogy vannak, akik építenek pártot, meg vannak, akik próbálkoznak azzal, hogy fönnmaradjanak ebben a rendszerben, és vannak olyanok, akik inkább párt helyett hype-ot építenek, mert hogy az is ma egy elég trendi dolog. Erre az első kérdésre válaszolva, igazából szerintem, hogy az első eldöntendő kérdés, hogy milyen pártot szeretnénk csinálni, és a nulladik pont, vagy a mínusz első pont, és itt elnök úr, polgármester úrra is nézek, mint aki a pártnak az alapítója, hogy egy politikusnak, aki politikai pályára lép, szerintem a nulladik vagy mínusz egyedik lépés, hogy el kell dönteni, hogy mit szeretne csinálni. Hogy miért csinálja, és mit szeretne csinálni. Ennek lehet személyes ambíciója, vagy lehet olyan dolg is benne, és ez most nagyon, hogy mondjam, ilyen sablonos lesz, de van egy olyan része, hogy hova szeretnék eljutni, mennyi idő alatt, és miért szeretném azt csinálni, hogy én gyakoroljak közhatalmat. Szerintem ezek így kimondva tényleg sablonos mondatok, de alapjába véve ez egy fontos kérdés, és én azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy ezt a mínusz egyedik pontot nagyon sokan elfelejtik megcsinálni, és csak elkezdenek valamit csinálni, és valamilyen hype-ra fölülni. Ez így volt 10 éve is, 15 éve is, meg 20 éve is, vagy legalábbis a 2010 óta tartó érában, mondjuk nevezzük ellenzéki politikai szintérnek, jellemzően csak, vagy viszonylag sok ilyen alakulata volt. És szerintem ez egy fontos
kérdés, mert az alapokat kell letenni ahhoz, hogy pártot tudjunk építeni, és abból következik egyébként minden, az ezekre adandó válasz is. Mert hogyha van egy világos jövőképen, van egy világos vízióm, én tudom, hogy egy médiapártot szeretnék építeni, vagy egy néppártot, ami a néppel van, mondjam, együttműködésben, és nem 100, 500 vagy 30 ezer emberhez, hanem 2, 3, 4, 8 millióhoz, vagy 15 millióhoz, akármennyihez szól. Nyilván más az a típusú út, amit érdemes bejárni. És hogyha rétegpártot csinálok, akkor nem biztos, hogy szükség van arra, hogy ilyen típusú kérdéseket megválaszoljunk, hogy nem tudom, fiataloknak, meg időseknek hogy lehet feladatot adni, meg mi volt a pontosabb, csak a kérdés, hogy lehet összehangolni az ő működésük. Hogyan lehet a különféle korosztályokat bevonni a pártok működésébe? Szóval ebben beleérthető, hogy fiatalok, idősek, középkorúak, csecsemők, mindenki. Ha néppártot szeretnénk építeni, akkor van szükség nyilván mindenkinek a részvételére. És látom, hogy Tessa is itt ül, egyébként neki is itt lenne közöttünk a helye, mint a legfrissebb és legsokszoros győztes, hogy gratulálunk neked is a Gergőn kívül Tessa és az Andrásnak a győzelmetekhez, és ő is szerintem sokat tud mesélni, és viszonylag szerintem sokszor vissza fogunk térni az ő előadására a részvételi dolgokkal kapcsolatban, mert amiben én hiszek, meg amiről én tudok beszélni talán, az, hogy azt a részvételiséget, amit mondjuk egy önkormányzati szinten fel tud építeni az, aki ezzel komolyan foglalkozik, az hogy tud politikába és politikai kampányba bekapcsolódni, és vice versa. Ugye ma a legnagyobb probléma egyébként Magyarországon az, hogy pont a középosztály, mármint hogy a dolgozó réteg, akinek kockáztatni valója van, az kevésbé lép bele a politikába. A fiatalokat, meg időseket be lehet vonzani. De van egyfajta félelem is, van egy ilyen tapasztalat is összességében, minél kisebb településre megyünk, annál inkább megvan ez a félelem, hogy nem nagyon mernek belépni, vagy nem mernek, vagy idő hiányában nem teszik ezt meg. Azt gondolom, hogy az első lépés az, hogy mindenkinek az érdekét is meg kell találnia abban, hogy miért jó az, hogyha belép. Lehet, hogy sokszor népszerűtlen lesz, amit itt mondok, mert nagyon túlpolitikusnak tűnik a kutyapárt filozófiájához képest, de az a helyzet, hogy politika csinálás az érték és érdek alapú is. Egyben. Én ezt nem választanám külön. Azt, hogy ennek milyen a mértéke, vagy az aránya, az egy kérdés. Egyébként egy kérdést is föltennék, akik most itt ültök, ki az, aki bármilyen anyagi részesedésben részesül, vagy részesült annak kapcsán, hogy aktivistáskodik, vagy ki az, aki részesülni fog a későbbiekben. Bár ez számít a tisztségviselés? Így, abszolút. Akár, igen. És ki az, aki október után is így lesz? Vagy így lesz. Oké. Ugye, mert hogy erről keveset merünk beszélni nyilvánosan, de azért, mondjam, az érték mellé érdekek is párosulnak, amikor pártot szervezünk hosszú távon. És ennek a optimális minőségének és mennyiségének a megtalálása az szerintem egy fontos dolog abban, hogy elvszerű tudjon maradni egy párt. A kérdésre nem válaszoltam, de egy alapbevezető gondolatot adtam, és átadom a Szabolcsnak a szót, hogy viszont a kérdésre válaszoljon. Köszönöm szépen a meghívást is, meg a mikrofont is. Hát nem lesz ilyen egyszerű, mert a kérdésre én is fogok valami fajta választ adni, de egy picit kiegészíteném ezt megelőző kérdésekre adandó válaszokkal. És amikor meghívást kaptam, meg a témát megtudtam, akkor én azt jeleztem is, hogy inkább így a média szempontjából fogom megközelíteni itt a szervezetépítés, pártépítés problémáját. És én rögtön az első problematikát, vagy az első ilyen gondot mindig azzal látom, hogy egyáltalán pártot akar-e valaki építeni. Tehát az elmúlt 10 évben nagyon sok ilyen szervezetépítésnek lehettünk tanúi, és én sokszor azt éreztem, hogy maguk, akik elkezdenek valami fajta
politikai szervezkedést, önmaguk sincsenek tisztában azzal, vagy nem mondják ki még maguk számára se, hogy itt egy pártépítés kezdődik el. Általában azt láttam, és azt tapasztaltam újságíróként, szerkesztőként is, és így tovább, hogy itt valami fajta ilyen civil célokkal, civil szervezeti keretek között a médiának játszva, a média figyelmét felkeltve, a sikert abban látva, hogy megírta-e a valamelyik újság, és nem pedig maguk számára bevallottan egy olyan politikai építkezés zajlik, hogy nem azért csinálom, mert valami fajta jótékony célom van, nem azért csinálom, hogy like legyen ebből a végén, nem azért csinálom, hogy cikk szülessen erről a 444-en, Indexen, Telexen, stb., hanem azért csinálom, mert van egy politikai célom, amihez szükséges, hogy itt ilyen alapszervezet legyen, itt ilyen megmozdulás legyen, és így tovább. És ha ezeket végig gondolja valaki, és nyilvánvaló módon így szerveződik a politikai cél érdekében, akkor lehet arra választ adni, hogy milyen korosztályokra van nekem szükségem ezen politikai célok végrehajtására. Tehát önmagában, és itt a Pettire rácsatlakozom, önmagában nagyon nehéz persze bevonni dolgozó embereket, de lehet, hogy nincs is szükség hirtelen ehhez a politikai célhoz, hanem fiatalokra, 20 évesekre, egyetemistákra van szükségem, kifejezetten ehhez. Utána egy másik politikai célhoz már lesz szükségem vállalkozókra, vagy lesz szükségem olyanokra, akik keresetükből élnek, és így tovább. De hogy a korosztályoknak a megszólítása az nem egy ilyen önmagáért szóló dolog, hogy de jó, hogy fiatalok vannak körülöttem, hanem valamilyen politikai célt kell, hogy szolgáljon. És akkor a következő lépés az, hogy nyilván a milyen eszközzel tudom megszólítani őket. Én is köszönöm a szót, és hát mivel az akadémiában dolgozom, talán nekem a tisztem, hogy egy kicsit ilyen párt politika történet, meg társadalom történet szempontjából is válaszoljak erre a kérdésre, mert hogy ugye mi a cél kapcsán, ugye ha mondjuk egy előző század, vagy a 19. század végén mixálti időben megkérdeztünk volna embereket, hogy mi a cél, hát ott igazából ilyen honorációr pártokat, ilyen elitklubokat találtunk volna a parlamentben, meg mellette, akik hát tényleg az elit elitjét képviselik ezekben a vitákban, és nekik az a céljuk, hogy őket újra válasszák, és akkor ebben az elitklubban jól helyezkedni, tudni, hogy ki az, aki a következő miniszterelnök lesz, oda kell ülni, és akkor ez magyaráz például olyan pártokat, amiket igazából... Hát és igen, mondjuk Csizmadia Ervin tudná erről írni, hogy erről viszonylag hosszan írt is, erről a fajta stabilitásról, meg a domináns pártról a magyar politika történetben, de hogy ez mindenképp meg kell, tehát hogy arra a kérdés, hogy mi a cél, vagy hogy, tehát hogy történetileg társadalmilag más a cél. Most még egy lépést azért tennék, mert ha 60-as években lennénk Nyugat-Európában, akkor azt látnánk, hogy úgynevezett ilyen tömegpártok jönnek létre, ahol ugye a média még akkor nem teljesen eldöntött, hogy milyen szerepet tölt, meg nem ér el mindenkit. Tehát, hogy van már mondjuk rádió mindenhol, de még azért nem, tehát a rádió, mint tömegkommunikációs eszköz ott van, tévé már van, de azért nem úgy, mint Amerikában mondjuk a 60-as években. Tehát magyarán kell egy tömegszervezet, kell egy nagy szervezet, aki elmegy door-to-door, ajtótól ajtóra kopogtatni, és mindenkinek elmondja, hogy mi vagyunk, nem tudom én, az ilyen és ilyen néppárt, vagy mi vagyunk az ilyen és ilyen szociáldemokrata párt, és meggyőzi őket, hogy tessék elmenni szavazni, mert ez az egyetlen hatékony eszköz, hogy elvigyünk embereket szavazni. Ezért aztán nagy tagságra van szükség, és akkor itt például egy 60-as évekbeli pártnál találunk akkor különböző ilyen nőegyleteket, mellette találunk mellette nyugdíjas klubokat, ifjúsági klubokat, és az a cél, hogy őket szervezetileg magához láncolja a párt, és hogy ők igenis bizonyos jóléti szolgáltatásokat is kapjanak. Tehát, hogyha mondjuk valahol az iskolai oktatás nem érzik elég jónak, akkor a párt szervez nekik valami extra oktatást. Ha nem érzik önök az egészségét, akkor egészségpénztárat szerveznek. Ugye ma, és akkor ugrok a kortárs helyzetre, ma azt látjuk, hogy itt Európában legalábbis egy eléggé kiterjedt jóléti állam, mára mennyire, ugye, tehát Magyarországon vagyunk, de hogy mégiscsak az elképzelés az, hogy ezt az államnak kell biztosítani, nem a pártnak, akkor ehhez képest, hogyha az állam biztosítja, akkor mi szükség van ugye pártra? És mondjuk a társadalom 99%-a ezt a kérdést fel is teszi magának, hogy minek kell nekem párt, ugye? Tehát tegyük fel azért ezt a kérdést, és hogy azért, ha ezt most így föltesszük, akkor egy jóléti államban valójában a pártok elmosódnak, tehát azok ilyen, tényleg egy kicsit ilyen honoráció jellegük lesz megint,
lehet, hogy az ilyen legelitebb elit klub, aki beszél a párt politikáról, ami a parlamentben zajlik, és ehhez képest minden más funkciót a közigazgatás majd megcsinál, így háttérbe szorítja a pártokat. És akkor ugye eljutunk mondjuk 90-es évektől napjainkig, ez a média pártok világa, ahol egész egyszerűen az a legfontosabb kérdés, hogy kinek az üzenete az, ami a leghatékonyabb, ami a legnagyobb tömegeket megmozgatja, és ami ugye mi a kampánykommunikációnk, mi a stratégiánk, és ebben mekkora média elérésünk van, ki tudja a médiát jobban magához láncolni. Tehát, hogy ilyen értelemben a tagság szerepe az alul értékelt, mert hogy igazából, ha van elég médiafelületem, és ha van elég elérésem az állampolgárhoz közvetlenül, akkor az én üzenetem jobban átmegy, és az, hogy hány tagom van, az meg igazából másodlagos kérdés lesz. Persze fontosak a tagok sok szempontból, például, hogy újra válasszanak, tehát ezért akármilyen szervezetet is épít valaki, azért van egy olyan szűk csoport, aki dönt a vezetőkről, tehát ilyen értelemben itt a kutyapártban is van tagság, és hogy igazából ilyen értelemben kicsit, mint hogy egy honorációs pártra hasonlítaná, nagyon megválogatja ezt, hogy ki az a 60 fő, hogyan léphet, vagy 80 fő, vagy éppen 100, most nem tudom pontosan a pontos számokat, de hogy megválogatja azt, hogy ki lehet az, aki ilyen tisztségekről dönt, és emellett pedig van egy széles aktivista bázis, de azért a médiára nagyon erősen épít a kutyapárt, szerintem ezt senki nem vitatná. Illetve még egy dolog, ilyen jogkiterjesztés kapcsolatban a történeti vonalon azért, és nyilván azért is örülök, hogy Kutyi is itt van velünk, tehát hogy ugye hogyan szervezzünk be, tehát hogy lehet mondjuk egyrészt a jövő generációk jogát képviselni, tehát akik most nem ülnek itt velünk, de szeretnénk, hogy legyen még emberiség mondjuk két generáció múlva, meg a velünk élő állatok, meg a növényfaj, meg egyáltalán az a világ, amit ismerünk, az hogyan fenntartható. Tehát igazából ez a kérdés, amit feltettél, ez igazából kiterjesztve értendő, olyan értelemben, hogy ezeket az általán említett két, vagy hát nagyon nagy csoportokat is bizony képviselni kellene, és érzékelem, hogy nagyon sokat beszéltem, de eljutunk a képviseleti demokrácia válságához, mert hogy például Kutyika most itt ül velem, de őt hogyan tudjuk arra bírni, hogy ő beszéljen az állatok nevében, vagy hogy hogyan tudjuk mondjuk a flóra, a fauna, a természet, meg egyáltalán a jövő generáció, akik még meg sem születtek, jogait képviselni. Ez erre a képviseleti demokrácia tulajdonképpen alkalmatlan, és akkor ezért jönnek létre mindenféle elgondolások arról, hogy akkor hogyan lehetne részvételi, vagy deliberatív, vagy mindenféle más módokon a képviseleten túl eszközöket bevonni abba, hogy valamilyen módon mégiscsak a politika azokról is szóljon, akiknek nincs hangjuk, akik nem tudnak részt venni. És mit akartam még kérdezni, hogy igen, ezt provokatív kérdést akartam föltenni a résztvevőknek, hogy ki az, aki már egyébként volt valamilyen pártnak a tagja, ki ezt beismeri. Bármilyen pártnak. Számít, abszolút. Bármilyen pártnak a tagja, ugye? És hogy, tehát, hogy eléggé elvétve vagyunk, vagy látok ilyeneket. Szóval ez csak azért ugye érdekes, mert hogyha valaki volt már belül egy szervezet, akkor egészen más, hogy szerintem egészen más, hogy beszél. Kicsit elvontan lehet beszélni pártokról, meg a, nem tudom, a politika világáról, úgyhogy ha az ember nem látott még szervezeti működést, és nem látta még azokat a konkrét, abszolút ilyen, sokszor ilyen éles, és ilyen egyéni egzisztenciákról szóló döntéseket, amik ugye a pártokban megtörténnek, mondjuk jelöltállításoknál, és azért továbbra is, vagy inkább lezárva ezt a beszélgetésnek ezt a szakaszt, tehát hogy hogyan képvisel meg egy kicsoda. Tehát hogy igazából azért azrészt az lenne fontos, hogy minden társadalmi csoportból valaki, tehát hogy a párt elég széles, hogyha a néppártban gondolkodik, legalább egy vagy két olyan hang legyen, aki ezeket viszi a különböző társadalmi csoportok közül, és hogy erre rengeteg eszköz van. Tehát most szerintem, ha ebbe akarunk belemenni, akkor beszélgetés sokfele elvihetjük, de szerintem az egyik fontos cél, hogy igen, hogy miért is kellenek nekünk a tagok, mire jók ezek a tagok, mit csináljanak a pártnak, és hogy igazából én abban a szerencsés helyzet vagyok, hogy azért erről már kutyapártosokkal beszélgethettem, tehát hogy Paprékával, illetve Farkas Eszterrel írtunk is, még nagyon korai időszakban a pártnak egy cikket, ezt jó szívvel ajánlom mindenkinek, az volt a cím, hogy program nélkül érzésre, és igazából én nekem akkor is már feltűnt, és szerintem ez a másik kérdésem, amit viszont föltennék, hogy ki az, aki részt vett valamilyen street art akcióban a kutyapárt körül. Aha, igen, tehát hogy itt viszont olyan 90% fölött látjuk ezeket, tehát hogy azt írjuk meg abba a cikkbe, és most is ez bizonyosodik, vagy igazából a művészeti eszközök, a street art, meg az ilyen, tulajdonképpen a mainstream pártok által nem politikaként definiált akciók és tevékenységek azok, ami a kutyapárt tulajdonképpen tevékenységének a magját adják, és ami aztán ez a hogyanra, tehát szerintem egyszerűen az a kutyapárti választ, hogy valamiféle street art, és ilyen mindenki által
kézzelfoghatóan megvalósítható művészeti eszköz által. És akkor abba bárki belefér, és akár tényleg a, valamilyen módon a kutyák és a macskák és az állatok is valamilyen módon részt vehetnek az ilyen művészeti tevékenységben, vagy akár ugye műalkotássá válhatnak, vagy egy beszélgetés részvevői. Úgyhogy ezzel zárnám. Nagyon sok mindent érintettünk. Szerintem az alapkérdést kellene föltenni, hogy szükség van egyáltalán pártra? Hogy miért pont a párt forma az a fajta társadalmi szerveződési civil, mert a párt ez egy civil szervezet a törvény szerint, miért pont az a forma, amiben a hatásunkat el akarjuk érni? Mert szeretnénk részt venni a közjogi rendszerben, a hatalom, a közhatalom gyakorlásában. Ez a pártnak a célja, hogy hatalmat szerezzen. De hogy ez sok esetben, hogyha nincsen strukturálva, akkor öncélúvá tud egy idő után válni, és ezért az a fajta alázat és a hosszú távú stratégiai célok melletti elköteleződés az nélkülözhetetlen, hogyha valóban hatást akarunk gyakorolni, mert az elmúlt kezdjük csak 2010-től, amióta a NER van, amióta itt akik sokan vagyunk, így politikailag emlékszünk a dolgokra. Nekem az a munkahipotézisem, hogy azok a pártok, vagy pártkezdeményezések, vagy politikai kezdeményezések, amelyek a színpadra léptek, ezt a kérdést nem tették föl maguknak, vagy hogyha föl is tették, akkor nem tanultak az előzőek hibáiból. Tehát, hogy ugyanazokat a köröket futja, nagyon sokan, legalább 10-15 szervezet volt, amely fölbukkant, és nagyon hasonló akadályoknál buktak el, és az, hogy ahol most járunk, az már nem is párt, hanem hogy showmenek vannak, tehát ugye a képviseleti demokrácia válsága azt a fajta párt intézményiséget, amely még mondjuk a 60-as, 70-es évek Olaszországában megvolt, hogyha valaki a kereszténydemokratáknál van, akkor egy a Vatikán egyházzal együtt, vagy a kommunista pártnál van, akkor a párttal együtt óvodás korától kezdve a nyugdíjig a saját közösségét megtalálta, iskolába járt, társadalmi eseményeken tudott részt venni, munkát kapott, stb. Most én tennék fel egy kérdést, ez kicsit nyitott, hogy a szomszéd országok közül szerintetek hol a legtöbb a párt tag? Szerbia. De nagyon jó, Ausztria második válasz, mert Ausztria is nagyon hasonlóan működik, hogy mondjuk a Vörös Bécsben a szociáldemokrata párt az állampártként működik, lakást, vagy közlakást kapsz, munkát kapsz, hogyha pártok vagy vidéken, ugyanez a néppárt. Szerbiában meg, hogyha nem vagy valamelyik pártnak tagja, akkor nem tudsz egyszerűen kisvállalkozóként sem meglenni, és ezért ilyen rendkívül magas párttagság van. Más-más országokban más alakult ki. Magyarországon a pártokkal szemben egy ilyesfajta averzió van, és nem feltétlen azért, mert hogy az összes politikus csallop, hanem a pártok elfelejtették a közösségszervező munkát a 90-es évektől. Nem akarok kádári nosztalgiába belesüppedni, de az MSZMP-nek volt egy nagy szatellit szervezete, amely tényleg segített végül, hogy kisdobostól kezdve szocializálódni tudtál a párthoz, és ezt a feladat, ezt elhagyták. Ausztriában ez megmaradt, Csehországban is sokkal inkább erősebb ez a vonal. És máshol is figyelnek rá arra, hogy az ifjúsági szervezet ne feltétlenül egy káder utánpótlás képző, most már a Fidesznél van ilyen fékezett habzással, de már elég rossz minőségű politikai termékek jönnek elő, de hogy elméletileg az volna a jó, hogy aki komolyan gondolja a közért való cselekvést, akkor ifjúsági szervezettől kezdve a helyi képviselő tanácsadója, lépcsőfoktól át, helyi képviselőn át, és a végén pedig parlamenti képviselői szintig jár végig egy ranglétrát, ahol megtanul a közpénzekkel gazdálkodni, a közös döntést kialakítani. Tehát hosszú évtizedek vannak egy ilyesfajta érett demokráciában a karrierek mögött. Magyarországon meg az elmúlt 10x évben, meg főképpen, de előtte is hatalmas a cserélődés. Tehát, hogy nem nincs az, ha valami
politikai termék ráírják, hogy új, azt az emberek Közép-Kelet-Európába zabálják, bármire azt mondják, hogy új, akkor azt veszik, és pontosan ezért az előzőek tapasztalatát meg sokszor kidobják. És nem feltétlen kell, máshol pedig így évtizedes munkával érnek meg emberek arra, hogy tényleg bizalmat tudjon nekik adni a köznép. És hogy ami a pártépítés kapcsán szerintem a kulcselem Magyarországon, hogy a választók valójában egy közös képviselőt várnak. Aki az ő dolgaikat elintézik, eldobálják a tűt a játszótérre, nincsen szemetes, bezárt a posta, kéne ATM a körzetbe. Egyébként meg nagyon faramuci dolog, ez egy kicsit máshonnan közelít, de az, hogy az egyik bank szeretett volna vidéki városokban is bankfiókot nyitni, és amikor a bankfiók nyitás volt, akkor csináltak egy ilyen fölmérés, hogy mi kéne a helyi közösségnek, hogy ők így jó fejjel tudjanak nyitni. És kiderült, hogy aznak az adott kisvárosi közönségnek az kell, hogy a részfúvós bandának legyenek rendes székei, meg kottatartói, mert akkor föl tudnak lépni évente ötször is. És ez egy kisvárosban az egy közösségszervező erő, mert elmennek a családtagok, stb. És minden kisvárosban ez más és más. Tehát, hogy csak van, aki így megkérdezi az embereket, és hogyha a hatalom, tehát hogy közhatalom is, itt nem perverzen mondom, hanem a közhatalom gyakorói megkérdezik az embereket, hogy nektek valójában mire van szükségetek, akkor a legitimációjuk nő hosszú távon azáltal, lehetnek az akár egy kicsit irányított kérdések is, de hogy hosszú távon tényleg azt látják az emberek, hogy az történik, amit én akartam, és tényleg erre volt szükség. És sokszor a politikai elit egy ilyen koronás királyként, felvilágosult abszolútistaként akarja eldönteni, hogy mi kell. Én azt gondolom, mert megbeszéltük a romkocsmába a haverjaimmal, hogy ez volna a legjobb, pedig sokszor nem az az adott megoldás. És ez a szolgáltató pártjelleg, ami sok esetben sikert tud hozni, főleg a hosszú távú beágyazódást mellett, ez szerintem az új típusú pártfelfogásoknál ez működőképes, és a kutyapártban is láttam erre mutató elemeket, és én most ennyit akartam mondani. Ja, mert hogy 3 éve arról beszéltem, hogy hogyan ne kampányoljunk, és hogy mind az országgyűlési, mind az EP választáson megtartottátok a tanácsaimat, ezért nagyon hálás vagyok. Most meg azt mondom, hogy akkor hogyan ne építsünk pártot, tehát hogy semmiképpen ne akarjunk emberi közösséget építeni, hogyha jó pártot akarunk csinálni. Tehát ne hívjuk össze az embereket enni, inni, szórakozni és más dolgokat csinálni, mint a politizálás, mert még a végén jól is érzik magukat, és még ott maradnak. Reagálhatnék, csak és közben még így megpróbálnának bevonni titeket is egy picit. Tök jó, hogy meghívtatok minket erre, hogy hogy kell pártot csinálni, de ezt mondjuk van élő példa, azt hiszem, hogy közületek elég sokan dolgozhattak a 12. kerületben, ahol azért jó pár éve megy a meló. Az a kérdés, hogy ezt 106 helyen meg tudjátok-e csinálni? Ez az egyik kérdés. És a másik kérdés az, és meg tudjátok-e találni azt a választ, vagy azt a kérdést, ami országosan a leginkább foglalkoztatja az embereket. A 12. kerületben, hogyha jól értem, a korrupció kérdése, és az a típusú ilyen watchdog szerep, amit vitt a kutyapárt a 12. kerületben, az konkrétan érdekelte az ottani lakosságot, fölkeltette az érdeklődését. Ez egy komoly, fontos kérdés volt az ő jólétukhoz kapcsolódóan, már másban nem találtak hobbit a politikával kapcsolatban, azt, hogy akkor most nézzük meg, hogy korrupta az önkormányzat, vagy nem is erre rezonált a közösség. Az egy másik kérdés, hogy ez 106 körzetben, vagy Magyarország tekintetében ez-e az a fő üzenet, amivel menni tud egy párt, vagy sem. De valójában az történik, hogy egyel nagyobb szintre kell helyezni a kérdést, és meg kell válaszolni azt, hogy mi az, ami az én elveimmel is egyezik, és az ország többsége is rezonál rá, és azt az üzenetet kell vinni, ugyanolyan szisztematikusan, ugyanolyan hiteles emberekkel, ugyanúgy helyi emberekkel. Én akkor távolról figyeltem a 12. kerületnek a történéseit, és akkor voltam viszonylag biztos abban, hogy a kutyapártnak elég jó esélye vannak, amikor megnéztem az egyéni képviselőjelölteket. És mindenhol csak azt láttam, én ide születtem, a Városmajor mellett születtem, a másik körzet azt mondja, én 30 éve lakom itt, a harmadik 15 éve, és itt önkénteskedek, a negyedik
az azt mondja, hogy 12, szóval aki 10 év alatt lakik a 12. kerületben, az már ilyen cikkit nagyjából a mostani képviselőtestületben, hogyha jól sejtem. Ennek kéne a természetesnek lenni, de ez egy kiemelendő novum az ellenzéki politikai rendszerben, mert így dobálgatják egymás mellé egy csomószor az embereket helyről helyre, helyismeret nélkül, hogy akkor most ott jó lesz, ez a brit modell, hogy akkor most te ügyes vagy, téged szeret a párt szervezet, akkor menj egy olyan helyre, ahol nyerhető vagy, és akkor majd ott ügyes leszel. Vagy te akkor most menj egy bénább helyre, vagy költöz oda. Ugye volt egy pár választással ezelőtt olyan országgyűlési képviselő jelölt valamelyik összefogás színeiben, aki megígérte, hogy ha megnyeri a választást, akkor leköltözik arra abba a városba, ahol nyer, és aztán kapott 5%-ot. Tehát hogy a dolognak ez a lényege szerintem, hogy az emberi hitelesség, tehát a szervezet kell, hiteles személy kell, hiteles üzenet kell, és szervezettség kell. Föltenném így a kérdést nektek, hogy ki az, aki tegye fel a kezét, az, aki liberális gondolkodásnak tartja magát ebben a közegben. Ki az, aki baloldali gondolkodásúnak tartja magát? Ki az, aki konzervatív jobboldalinak tartja magát? Miért? Mindig az egyszerre különbség. Ki az, aki szerint ma Magyarországon többséget valamilyen liberális üzenettel lehet szerezni az országban? Tehát egy liberális üzenettel lehet leváltani az Orbán rendszerét. Ki az, aki szerint baloldali üzenettel lehet, vagy baloldali politikával lehet leváltani? Ki az, aki szerint konzervatív jobboldali politikával lehet leváltani? Megoszlanak, de azért, hogyha jól sejtem, még ebben a körben is, én egy baloldali ember vagyok, nekem ez jól esik, hogy a legnagyobb szavazott számot még ebben a közegben is azt kapta, hogy baloldali politikával lehet és kell kihívni országos szinten ezt a rendszert, mert hogy ott van a leginkább megfogható része annak, hogy mi az, amiben a társadalmi jólónak a szétnyitásában hol van az, ahol a legnagyobb bűnöket követi el ez a rendszer, és méltánytalanul keveset van erről beszélve, és keveset van erről kommunikálva. És örülök annak is, hogy ilyen sokan föltettétek a kezeteket akkor, amikor azt mondjátok, hogy baloldalinak gondoljátok magatokat. Az lesz szerintem a feladata bármilyen pártnak, de akár a kutyapártnak is, hogy képes-e a saját értékrendjehez megközelítve olyan üzenetet találni, ami rezonál az országnak, vagy az adott célközönségnek a válaszaira. Én ebből a szempontból optimista vagyok most, mert akkor, hogyha jól értelmezem, akkor van egy valamekkora többség annak, hogy baloldali üzenetet kell hordozni annak, hogyha egyszer valaki a NER-t komolyan leszeretni. Ki szeretné hívni? Kutyika szeretné hozzászólni? Nem, már közben hozzászólt már háromszor, így azt mondja, szívesen beszélni. Ilyen opció nem volt. Tökre igazad van, Gábor, én is nagyon úgy érzem, hogy ezek a fajta 19. századi politikai filozófiai kategóriák, ezek már nem illeszthetőek a 21. század társadalmára, tehát hogy teljesen más narratívák alakultak ki, és hogyha a nemzetközi trendeket nézzük, nem csak az, hogy széttöredezett, mert itt már a szélső bal is széttöredezett, mert van az identitás politikát erősítő szélső bal, meg a magukat tradicionalistáknak nevezők, például a német Bundeswehrnek, vagy a szlovák Smer, tehát hogy nagyon sokféle, és egyre sokféle politikai nézet van, és egyre bővül ez a színpaletta, és hogy nem feltétlen ideológiai alapon választanak az emberek pártot maguknak, hanem üzenetek alapján, ügyek alapján, személyiségek alapján, és hogy sokszor el is nézik az adott személyiségnek, hogy én nem értek veled egyet a ideológiai kérdések 70%-ában, viszont abban az ügyben, ami nekem fontos, abban te aktív voltál, és ezért hálás vagyok neked, és szeretném, hogy tovább csináljad azt, amit csinálsz, miközben például én nem értek egyet azzal, hogy legalizálnád a marihuánát, szerintem hülyeség ez az egész részvételi
tőzdi. Tehát, hogy van egy csomó olyan dolog, hogy a kutyapárt alapértékeivel szemben van egy szavazó, vagy neki az nem fontos, viszont van pár olyan dolog, amit elintézett a helyi arc, és ezért rászavaz. De nem feltétlenül kell ezt túl gondolni, és, hanem inkább az adott ügyekre és személyiségekre szabni, mert ahogy látjuk, a Trump is egy személyiség, nem lehet egy egész kultúrkört mögé rakni, meg hogy honnan tudjuk, hogy Magyar Péter holnap után mit gondol a világról, mert ő is mindig változtatja, és mégis ő a leginkább támogatott ellenzéki politikus. És mögötte egy heterogén szavazóréteg van. De ebben én vitára hívnálak benneteket, mert pontosan erről beszélek, hogy más a hype építés, és más a pártépítés. Lehet egy-két hónapos hype-okat építeni, és abból lehet 1 millió szavazója is most, amikor már annyira ki van vérezve az egész ellenzéki közeg, érted? Tehát most az mennyire a Magyar Péternek, hogy mondjam, nagyon sok olyan pozitív tulajdonsága van, ami miatt elérte ezt a pillanatnyi sikert. Vannak egyéb tulajdonsága is, amit majd meglátunk hosszú távon, de például az egyik tulajdonsága az, hogy nem lát, tehát a koherenciát mögötte még nem látom, hogy mi az, amit ő épít. És én abban hiszek, kihívhattok és mondhatjátok azt, hogy ez egy régi modi dolog, de én abban hiszek, hogyha valaki stabil alapokra, hosszú távon pártot szeretne építeni, az nem működik olyan típusú vízió nélkül, hogy én tudjam, hogy nekem mi a világnézetem, én mit szeretnék, hogyha közhatalomba kerülök, az úgy nem működik szerintem. És egyébként lehet baloldali választ is adni a mai kutyapártnak, vagy a kutyapártnak a születéstörténetéhez is, érted? Hát a titeket úgy ismert meg az ország, hogy örök élet ingyen sör. Oké, most örök életet mondjuk egy konzervatív, mondjuk egy keresztény ember tud belegondolni, hogyha kicsit segít magán. Hát így, igen, hogy Jézus örök életet ad. De mondjuk az ingyen sör, az például egy baloldali gondolatiság is tudna lenni. És most lehet, hogy ki fogtok röhögni egyébként, de hogyha mondjuk egy EP kampányt úgy csinálsz meg, hogy én megígérem, hogy az EP-ből bejövő összes pénzemet ingyen sörre fogom fordítani, és ezért most azt csinálom, hogy ebben az EP kampányban elmegyek 1000, 2000, 3200, akármennyi településre, és az ottani kocsmárossal megbeszélem, hogy majd fogadja be az én kuponjaimat, akkor közösségszervező, közösségépítő eleme van, ami arra kötelezi a tagságomat, hogy szervezzem meg azt, hogy majd amit ígérek, az teljesülni tudjon, hogyha működik, akkor már van 100, 150, 200 ezer embernyi kapcsolódásom, abból megvan az EP mandátumom, és utána azt mondom, hogy nem tudom, kiosztja a kuponban az ténylegesen az ingyen sört, ami majd jön a Della, meg a Manna az Európai Unióban, hogy küldik a cuccokat. Csak szeretném a mindsetet abban az értelemben átállítani, hogy ki kell nyitni magunkat abban, és oké, hogy van egy ilyen kampányötlet, van egy végeredménye, aminek tényleg kiröhöghetnek titeket azért, hogy ingyen sör, de ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy ennek legyen egy közösségszervező, és a mai hatókörötökön vagy látókörötökön túlmutató része is, csak ehhez ugye irgalmatlan mennyiségű munkát kellene beletenni, irgalmatlan mennyiségű emberrel, aktivistával és élőerővel. Erre reflektálnék, ha van hangom, igen, tehát hogy részben Botonnak a szerepét is, mint moderátor párszor már csináltam, tehát hogy részben puskázva a kérdéseiből, tehát hogy mennyire fontos a tagság, meg mi a szerepe, ide behozva, tehát hogy én azt gondolom, hogy pont arról, amiről beszéltél Péter, abban van a tagságnak egy kulcs szerepe. Az ideológiát lefordítani a társadalom nyelvére és helyben közösséget szervezni. És mondjuk minél inkább helyi politikáról beszélünk, annál biztosabb, hogy az ideológia az másodlagossá válik, elhalványul, és annál fontosabb lesz, hogy a Gábor is mondta, hogy ilyen megoldó embere az a polgármester, vagy ez a képviselő, aki ott van. Tehát, hogy az a párt, aminek nincsen valóban ilyen aktív tagsága, a közösségekbe beágyazott tagság, az valójában csak egy ilyen média párt, ez lebeg fölötte, de tartósan jelen lenni a politikában, és tényleg az emberek számára szállítani valamiféle megoldásokat, az csak úgy működik, hogyha van tagság. És egyébként szerintem a kutyapárt ilyen értelemben azért, bár a tagságát nagyon szűken tartja, de az aktivistákat viszont komolyan veszi, tehát mindig szó van ezekről a 8000 passzivistáról. Tehát, hogy ez a tagság tényleg az a személy, akit meg tudok kérdezni, mikor gondolkodok arról, hogy kire szavazzak, és hogyha a közelemben nincs olyan ember, és szerintem a baloldali pártoknak ez egy óriási probléma, hogy említettük már ezt az ejtőernyőzést, ez szóba került, hogy sokszor választásokon az előtt, hogy mondjuk médiájuk van, de ha tényleg a szavazó körbenéz és megkérdezni a szomszédját, hogy te most ismersz-e élő, nem tudom én, momentumos politikust, akkor
az zavarba lenne, és azt mondaná, hogy hát láttam a tévébe. És tehát, hogy ez mondjuk egy olyan dolog, hogy tehát az ideológia az lehet népszerű, és lehet mondjuk Magyarországon több százezer liberális, hogyha ezeknek a liberálisoknak helyben nincs képviselete, ha nincs ott egy olyan szervező ember, aki közösségi formájukat, beszélgetésekre, vagy valami aktivitásokra lefordítja azt, hogy mit jelent liberálisnak lenni, nem tudom én, Valmazújvárosban, akkor nem lesz valóban képviseletük. Szeretném ezt is tisztába tenni, hogy mit gondolok erről, minél lejjebb megyünk, és akkor a polgármester az így oldja meg a dolgokat, és ne politizáljon, versus, hogy az országos politikus megpolitizáljon, és ebbe provokálná majd a Szabit is, aki második kerületi lakosként én kihívnálok, hogy az Őrsi Gergő erre egy kifejezetten jó vagy elrettentő példa. Nekem az az alaptézisem ebben, ezzel kapcsolatban is, én mindig oda kerülök vissza, hogy hogy került ide mondjuk a baloldal, hogy 20 vagy 25 év után a baloldalnak ma 8% vagy nem tudom, 10%-nyi képviselete van, miközben 80%-a jobb. Tessék? De most nem a pártokról beszélünk, a baloldali ideológiának. Tessék? Márhogy nem ad senki. Hát pontosan ezért jutottunk ide. De ugye például az történik, hogy aki pozícióba került, és visszatérek az érdek meg az érték dolgokra, pozícióba kerül egy polgármester, majd azt mondja, hogy akkor innentől kezdve én független vagyok, az én médiám az egy önkormányzati média, abban leírjuk azt, hogy hol lehet kérni a támogatást, hol van az iskolázási beruházás, átadtam ezt a játszóteret, meg nem tudom, lebetonoztam az utcát, és ott politikának nincsen helye. Szerintem ez a legnagyobb hazugsága, leginkább is a 2010 utáni rendszernek a felismerésének. Ráadásul mondjuk egy Őrsi Gergely, aki a polgármesterség előtti 20 évét úgy élte le, hogy a 45%-os baloldali közösségből 6-6-os részeként leépítette a 10%-osra Molnár Zsolt közvetlen társkohordójaként. Közvetlen munkatársaként, budapesti elnökként az MSZP-nek. Én nem sírom vissza az MSZP-t, de mint a baloldalnak bármilyen típusú rendszerét. Egyszerűen neki erkölcsi joga sincsen ahhoz, hogy utána azt mondja a második kerületben, hogy bocsánat, nekem ehhez nincsen közöm, ez nem ideológiai rendszer, a második kerületieknek vagyok, én minden embernek vagyok, a polgármesterem, és akkor majd én nézze. Abból az lesz, abból egy egyéni megélhetés, meg túlélés lesz, hogy neki lesz 77%-a, de ugyanúgy annak az értékelvű politikának, ami nyilvánvalóan nincs ebben igazatok van, annak meg lesz 8%-a, és soha nem lesz rendszerváltás, soha nem lesz leváltva ez a NER, meg ez a rendszer. Tehát ez az egyik legnagyobb hazugsága a dolognak. És ebben például most a kutyapárt is egy nehéz feladat előtt áll. Hogy milyen útra lép ebben a 12. kerületben, meg mondjuk a 9. kerületben mi fog történni, ahol dolgoztok már 5 éve is. Hogy ebben mi az, amit föl fogtok vállalni, meg mi az, amit nem. Szerintem ez egy baromi érdekes kérdés lesz, és nektek nagyon nehéz dolgotok lesz ebben. Például az, hogy mondjuk pedofilt ment föl a köztársasági elnök, az a köztársasági elnök, amelyik kiírja ugye azt az önkormányzati választást, ahol polgármesterként engem megválasztanak, annak köze van-e, annak van-e hírértéke a minden választó polgárhoz eljutó kerületi újságnak. Budapest egy ilyen kerületi újságjában sem szerepelt. Ez a hír februárban. Egyetlen, két megyei jogú városban találkoztam vele. Az egyik az a szegedi Tükör volt, a másik pedig, fogd meg a söröd, Székesfehérvár. Igen. Tehát, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy kell építkezni, szerintem ez egy forint pluszban nem kerül, hogyha egy hír bekerül arról, hogy mondjuk egy államelnök kinek ad felhatalmazást, vagy kinek ad kegyelmet. Az sem kerül egy forinttal többen, hogyha elmondom, hogy akik engem megválasztottak, azok tudják, hogy én mit gondolok a világról, azért is választottak meg, hogy képviseljem őket, mind megoldás szintjén, hogy megoldjam a problémáikat, de mind azt az ideológiai szinten is, az egy többséget szerzett. Tehát a Fidesz sok mindenért lehet szídni, én nem azt mondom, hogy propagandát kell építeni, de az a helyzet, hogy vannak ezek az ilyen mítoszok, hogy az milyen csúnya meg rossz dolog, hogy van a Kubatov lista. A Kubatov listának van egy csomó olyan része, amelyik nyilvánvalóan törvénytelen és rossz dolog. Tehát azokat egyszerűen le kéne buktatni, és
azért főjelentést kéne tenni, de az a helyzet, hogy a Kubatov lista létezését, meg ahogy kiépült, azt Európa nyugati felén, vagy mondjuk amerikai, mondjuk egy olyan demokráciában, ahol mondjuk a választásnak a minőségére, kampányaira nagyobb hangsúlyt fektetnek, azt megtapsolják, és azt mondják, hogy oké, gyerekek, ez a nulladik pont, innen indulunk. Az összes ilyen szakirodalom azt mondja, hogy tudd a választott kutyájának a nevét, meg hogy mi a kedvenc kajája, és hogy egyébként ő squashozni szeret, vagy autóversenyt néz vasárnaponként. Tehát, hogy minél több információd van a választódról, annál több módon tudod őt meggyőzni, hogy amit te csinálsz, az jó neki. És hogyha meg kell ismerned az ő igényeit ahhoz, hogy ez a hosszú távú beágyazódás, amit mondtál is, hogy itt úgy tűnik, hogy errefelé tart a konszenzus, ezért nem is ajánlom senkinek, aki jó pártot akar csinálni, mert hogy én arról beszélek, hogyan ne csináljunk pártot. A másik meg, amit, hogy hogyan ne csináljunk pártot, az a ne indoktrináljuk a tagokat. Azaz, ne mondjuk el nekik, hogy mi az a közös gondolat, ami összeköt minket. Mert ez az, ami nagyon sokszor elmarad, és nincs ez a fajta együtt gondolkodás, hogy akik bejönnek újak, azoknak elmondani, hogy ez mégis miről szól. A legékesebb példa ilyen eltérített pártalapításra az a német AfD, nem tudom, ismeritek-e, hogy azt ilyen liberális gazdasági professzorok alapították Németországba, akik azért voltak euróellenesek, hogy nem kéne már a görögöket támogatni. És nem kéne már a görögöknek támogatni dologból egy szélsőséges párt lett, akik nem kéne úgy általában bevándorlókat támogatni, meg az idegeneket támogatni, meg ami rossz, az mind az idegenektől van, és így kb. A szélsőjobbra jutott, azért, mert nem volt meg ez az indoktrináció, nem volt meg ez a közös gondolkodás, hogy nem csak a papíron fontos, hogy mi a pártprogram, és akkor aláírom, mint ahogy elfogadom a felhasználási feltételeket, amikor egy honlapon regisztrálok, hanem így tényleg komolyan átgondoljuk azt, hogy akkor miért is vagyunk mi közösen együtt, és mi a hosszú távú célunk. És ez egy olyasfajta lépés, amit az elmúlt 10 évben az X10 próbálkozás ezt elmulasztott. Ennek a technikai részét azt nagyon jól megcsinálta a kutyapárt az önkormányzati képzésen, csak ahhoz, hogy bővülni tudjon, és a hosszú távú bővülés az tényleg organikus is maradjon, mint amelyet oly sokszor elmondtak a megszólalók a kutyapárt részétől, az fontos, hogy azok az emberek, akik ide kerülnek, azok egy közös gondolatáramba bekerüljenek, hogy tudják, hogy mit is akarunk hosszú távon elérni. És ezt ki kell mondani, mert hogy csak egy ilyen feelingként, érzésként lebeg, akkor nagyon sokan ezt félreérthetik. Ezt én megtapasztaltam az LMP-nél is, annyit mondtunk, hogy legyen más, és abban mindenki beleprojektált mindent. Persze, hogy lehessen másként zsidózni, olyan is volt, de úgy is volt, hogy lehessen másként kapitalistákat akasztani. Tehát, hogy a szélsőségeket mondok most, de hogy nagyon sokféle ember beleprojektál dolgokat, ahogyan a kutyapártba és a tiszapártba is beleprojektálnak dolgokat, és akkor tud ez a közösség gondolatisága tartós maradni, hogyha ez egy állandó diskurzus, és nem csak az újakkal, hanem a régiekkel is. És azért ezt a fajta magasabb szintű gondolkodást, ezt nem lehet megsporolni helyi szinten sem. Tehát, hogyha a helyi csoport nem ért egyet abba, és itt nem a személyi ellentétekről van szó, és nem feltétlenül ideológiai vitákat akarok én, hogy akkor beszélgessünk arra, hogy mi az igazságosság, és ilyen filozofálásba fulladjon, hanem az, hogy mi az, ami oké, mi az, amit csinálunk, és mi az, amit nem csinálunk. Mi fér bele az aktivizmusnak a terébe. És hogy amit még ajánlani tudok azoknak, akik nem akarnak jól pártot csinálni, az az, hogy csak újságírókat spináljanak, és azzal maradjanak a felszínen, és ezzel át is annám. Én most magamhoz ragadom a szót, és jó sokáig itt tartom, és minden médiát érintő felvetésen végigmegyek. Az egyik, amit itt a Peti említett, és konkrétan kiemelte a második kerületet, hogy ugye például Novák Katalin döntéséről, kegyelmezési gyakorlatáról, lemondásáról és így tovább nem volt szó a helyi médiában. Ez teljesen igaz, második kerületben sem
egyébként többi kerületben sem, és a legtöbb helyen ez így történt. De hogy itt nem is egyszerűen a médiáról van szó, és szerintem egy pártépítésnél, így csatlakozom a fő témánkhoz, nagyon fontos, és ez nem minden politikusnak, meg politikai vezetőnek sikerül ezt megugrania, hogy külön válassza a kommunikációt, illetve a politikát. Ugyanis itt a politikai hiba, amire a Peti is célzott szerintem, az nem az, hogy nem jelent meg erről semmi, hanem hogy úgy gondolt a polgármesterek sora, hogy ebből neki nem kell politikát csinálnia. A Suzi is elő mondja, hogy hát, és ebből a szempontból a 9. kerületben tényleg Vágvölgyi csinálja a lapot, azt ír bele, azt tesz bele, amit akar, de nyilvánvaló módon azért nem volt a 9. kerületben ez hangsúlyos, mert a helyi politika nem gondolta, hogy része legyen. Mondok példákat, nem volt képviselőtestületi határozat arról, hogy elítéli ezt, nem volt az, hogy a gyermekvédelmi stratégiaalkotás, megnézzük a helyi gyermekintézmények gyakorlatát, blablabla, bla, bla, csomó politikai eszköz van, ahogy tud foglalkozni ezzel. Akár egy polgármester, vagy egy települési közgyűlés per képviselőtestület. És akkor itt jön a második, hogy mi a felfogása egy polgármesternek. Ugye két iskola van, az egyik azt mondja, hogy országos politikai dolgokban megnyilvánul, és gyakorlatilag részt vesz a mindenféle politikai kérdésben, a másik pedig egy házmesterként fogja fel magát. És az a helyzet, és ez nekünk, szavazóknak, vagy lakosoknak is ugye egyfajta felelőssége, hogy jobban szeretjük azt, hogyha házmester a mi polgármesterünk, és tényleg a rendbe teszi a virágágyásokat, meg összegyűjti a szemetet, meg lekaszálják a füvet, és ez rendben... És ez rendben is van, mert ezeket el kell látni, de attól még nyilvánvalóan politikai vezetőként is nyilvánuljon meg egy-egy polgármester. Tehát az is elvárássá lehet tenni, hogy ő megszólal ilyen ügyekben, belemerálni akár ideológiai vitákba is, mert azt mondja, hogy ő ezt képviseli, és ezt a közösségét úgy akarja építeni. És akkor egy új bekezdés, hogy média. Tehát nagyon sokszor, ezért mondom, hogy összekeverik politikusok a politizálást és a médiában való szereplést, meg a kommunikációt, hogy én is itt, ha már itt kérdezgetjük a közönséget, akkor feltenném kérdésként, hogy én a legtöbb ilyen politikusi szemrehányást, vagy politikusi reklamációt, mondjuk főszerkesztőként miért kaptam, a Like Bajnokság nevű cikkkel kapcsolatban, nyilván mindenki ismeri, ahol gyakorlatilag ugye azt gyűjtöttük össze, hogy mennyi lájkot kapnak a különböző politikusok. És ez tényleg egy olyan jelenségnek a bemutatása, kvázi viccnek induló dolog, hogy akkor hasonlítsuk össze, hogy ki milyen eszközökkel próbálja a lájkot gyűjteni, de ezt nagyon sokan, jelzem minden oldalról, nagyon sokféle pártból, komolyan vették. Tehát én kaptam olyan reklamációt, hogy elcsaltunk 11.214 lájkot. És mondom, hogy miért tennék ilyet, de ő ki fogja írni a Facebookra, hogy ezt elcsaltuk. És akkor ezt is majd lájkolják. És akkor én tényleg ezt tudom mondani, hogy jó, oké. De hogy egy másik példát mondjuk, hogy egy csomó ember meg úgy került fel mondjuk a lájbajnokságra, hogy nulla politikai befolyása van. Tehát, hogy tényleg az van, hogy volt egy nagy elérésű Facebook oldal, amikor még pártelnök volt, már nem pártelnök, megmaradt az elérése, kirakja a gyereket, meg a kiskutyát, meg a, nem tudom, a balatoni nyaralását, nyilván meglájkolja mindenki, de ez nem jelent semmit. Tehát ennek semmi fajta politikai következménye nincsen. És itt most tényleg leválasztható Magyar Péternek a Facebook meg közösségi médiás tevékenysége, mert hogyha már különbségeket keresünk, az van, hogy ott politikai aktusok történnek. Ott nem egyszerűen arról van szó, hogy Magyar Péter posztolgat, meg írogat, meg kommentelget, politikai
eszközként tekint erre az egészre, és adott esetben politikai vitákat játszik le különböző ellenfideszes képviselőknek az oldalán. Tehát, hogy ne keverjük össze a médiát, meg a politizálást, és ez úgy kapcsolódik a szervezetépítéshez, hogyha valakinek valamilyen politikai szervezetépítési célja van, akkor ne törődjön azzal, hogy ki mit ír róla. Tehát itt az a, igazából egy ilyen sokat ismételt, lehet, hogy így újságírói énem ellen szóló dolog, hogy valójában a politizálásnál nem az számít, hogy ki mit ír róla, meg mi jelenik meg róla, hanem maga a politikának a veleje számít ezzel kapcsolatban. És akkor nagyon jó gondolatokat vetettél fel, és szerintem majd a vitánál reméljük, hogy erre is reflektáltok, vagy tesztek fel kérdést. Csak egy dolog, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy lehet és kell szerintem pártszervezeteknek arra is gondolni, és úgy csinálni a saját médiát, hogy az politikai, valódi politikai tartalmat csináljon, és ez is nagyon sokszor elsikkadt. Tehát, hogy a tagság meg a helyi szervezetek csináljanak politikai vitát, és abból csináljanak híreket. Tehát, hogyha a tagság helyben aktív és ügyeket megvitat, abból lehet híreket generálni, és az úgynevezett alulról felfelé induló politizálás, ami nagyon hiányzik Magyarországon, ez részben azért sincs, mert hogy a tagságnak nincs, nem érzi magát felhatalmazva, vagy mondjuk akár, nem tudom, Pakson az atomenergiáról beszélgessen, pedig a mindennapjaikat tulajdonképpen mérgezi az, hogy mi történik, hogyha mondjuk a 55 fokos a Duna, nem érzik úgy, hogy nekik erről vitatkozni kell, nem generálnak róla helyi vitát, nincs róla helyi tartalom, ezért aztán az országos politika az, ami mindent eláraszt és mindent elnyom. Tehát, hogy részben a tagságnak ebben is van mindenképp szerepe, és hogy ez politika és média kapcsolatára. Egyetértek, de azzal a megjegyzéssel, és akkor konkrétan már itt a kutyapárt ül velem szemben, hogy ugye azok a tevékenységek, amit előbb ilyen street art tevékenységnek tettünk, ezek politikai tevékenységek a járdafestéstől a buszmegálló felújításig, ami mind ugye arra utal, hogy helyben a kutyapárt az, ami tesz valamit. Ugye ez ennek az egésznek a lényege. És az van, hogy ilyen-olyan médiumok így-úgy beszámolnak, van, amit jobban olvasnak, valamit már kevésbé olvasnak, valami már unalmasabb volt, valamikor a hírügyeletes az már fáradt volt, úgyhogy nem rakta be azt, hogy Pécs külvárosában milyen járdafestés volt, és így tovább, tehát számtalan ilyen oka van, de miért nem azt csinálja ilyenkor a kutyapárt, hogy maga indítja be a járdafestési híradót, meg a busz megálló felújítási blogot, meg a nem tudom micsodát. Tehát, hogy ebből a szempontból kell a média, de hogy nem attól válik valami politikává, hogy ilyen-olyan szerkesztőségekben megírják, mert most már az internetnek hála tulajdonképpen mindenki lehet médium, mindenkinek annyi csatornája, meg olyan elérése lehet, amit csak szeretne magának csinálni, és ehhez képest meg tudja mindenki a saját médiáját teremteni, és be tud számolni ez az általa teremtett média erről. 10 évvel ezelőtt a Kutyapárt is egy Facebook oldal volt, és volt egy szűk mag, aki csinálta, és ez a saját média elérés volt az. Igaz, akkor még a csillámfaszláma volt sokszor a leglájkoltabb content, de cserében nem esett bele abba a hibába, amit én péterizmusnak nevezek, mert mind Juhász Péter, mind pedig Jakab Péter ebbe a hibába esett, hogy azt hiszi, hogyha a DK-s nénik lájkolják a posztot, akkor az ők rá is fognak szavazni. Tehát, hogy egy velősebb orbánozás után ott van a több tízezer like, de abból mégse lett szavazó. Tehát Juhász Péter is elbukta az 5. kerületi dolgot, miközben neki is nagy erelésű Facebook oldala van, és amikor még vezette az együttet, akkor is nagy elérésük volt, és abból a szempontból a kutyapárt ezen túllépett, viszont ott van mindig ez az illúzió, és nem feltétlen ez a like bajnokság az, amit meg kell nyerni, hanem az embereknek a lelkét és a bizalmát, ami csak is face-to-face emberi interakciókkal megy hosszú távon, hogy ha megígérjük, hogy felújítjuk, akkor fel is újítjuk. Hogyha elültetünk egy fát, akkor azt locsoljuk is, mert hogyha kiszárad 3 hónap múlva, akkor többet vesztünk, mint amit nyertünk. És ez a fajta közvetlen hosszú távú gondoskodás a
választók igényeiről többet hoz, mint a lájkok, rögő fejek és egyéb. Kicsit ilyen laissez-faire módon haladva csapongunk a dolgok között, de hadd tegyek föl még egy kérdést. Ki érzi azt, hogy a legkisebb lélekszámú településről érkezett ide hozzánk? Az körülbelül mennyi? 70 fő. Az bravo. Kocsma van? Nincs. Ki az, aki a legkisebb lélekszámú településről érkezett, ahol kocsma is van? 1500-2000 fős település, 4500, olyan körül? Mennyi? Kocsma? Van ott élet? Kik járnak be? Mi a pártállásuk? Ez a pont, és ez szerintem egy nagyon fontos pont. Amikor azt akarjuk megfejteni, ahogyan ne csináljunk pártot, hogy a baloldal hogyan vesztette el a tömeg támogatását. Pillanat, csak... Hát, várjál, csak az történik szerintem, és erre nekem konkrétan, én nagyon sokat járok ilyen településeken, nagyon sokat beszélgetek én ilyen hobbiból. Nem csak kocsmában, hanem beszélgetek kis településeken élő emberekkel, akik baloldali elkötelezettségek. És a következő történik az elmúlt 10-12 évben. Ezek az emberek, mondjuk 2000, és itt most a 2010-től kezdődő időszakról beszélünk, 2011-12-ben még nagyobb élet volt a kocsmában, akkor lehet, hogy 9-en mentek oda be, a jó nagyot kiabáltak, veszekedtek egymásra, hogy micsoda hülye ez a Fidesz, hogy ezt csinálja, meg elveszi a pénzünket, meg kevés nyugdíjat ad, meg nem tudom mi. Majd utána a Fidesz elkezdett, ugye folyamatosan ezt csinál 2002 óta, mankót ad az ő saját szavazó bázisának. Elküldi a propagandán keresztül, a helyi országgyűlési képviselőn, a polgármesteren keresztül, a szórólappal, az e-mailekkel, mindennel elküldi, hogy neked mit kell gondolnod a világról, és ez magabiztosságot ad ezeknek az embereknek, és bemennek, és ordítják ezt a típusú dumát, és mikor míg a másik oldalon mindenkire rá van hagyva, hogy a saját gondolatodból adjál rá valami választ. És utána az lesz, hogy először megunja két ember azt, hogy őt leugatják, és összeveszik a haverjával, akkor már nem akar politizálni, akkor utána már csak egy marad, ő még néha bejárogat, beszélget, majd utána azt mondja, figyelj, engem ez nem érdek, én nem tudok már velük veszekedni, ezek csőlátásúak, hülyék, nekem egyébként senki nem mondja meg, hogy én hogy gondoljam, én nem vagyok fölkészítve. Nekem senki nem mond üzenetet. Ez inkább megveszem a négy sörömet, otthon megnézem a tévében a meccset, és nem a kocsmában, és nem közösségi életet élek, nem emberekkel beszélgetek, és meccsnézés közben, meg sörözés közben politizálok, hanem otthon puffogok magamba, és megnézem a meccset. Ugyanazt a tevékenységet folytatom, csak nem egy közösségi szintéren, ahol így nem hallja meg senki ezt a véleményemet. És amikor véleményformálásról van szó, akkor szerintem baromira erről van szó, hogy azért, mert ott vannak a négy hangos, vagy a három hangos fideszes ott van, leugatják a egy magára hagyottat, aki ezért megunja, és hazamegy szépen, és inkább otthon issza meg. Lehet, ezt higgyétek el, hogy ennek komoly hatása van. Csak ez egy kiegészítés, hogy érdemes ugye megnézni, hogy például amit említett a Peti, hogy a Fidesz hogyan csinálta ezt a fajta szervezetépítését, mert azért tényleg ők több évtizedet beleraktak. És nekem egy olyan történet jut eszembe, azért mondom, hogy ide kapcsolódik, hogy a polgári körök szervezése, ami ugye 2002 után indult, és arról konkrét esetekről is mesél a magát megnevezni nem kívánó Hende Csaba, hogy amikor szervezték a polgári köröket, akkor Orbán Viktor nyilván turnéztatták ide meg oda, és egy Pest megyei településre egy ilyen nyugdíjas táncestet szervezett ott a helyi polgári kör, ami újonnan alakult, nagyon örültek, hogy Orbán Viktor, aki ugye akkor épp volt miniszterelnök volt, ő is ellátogatott, és hát ahogy azt elképzelünk egy ilyen Pest megyei kisebb településen egy ilyen nyugdíjas táncestet, a
táncoltak ott a dajerolt hajú nénik, meg a lila öltöny, fehér zokni, makkos cipő, öreg bácsik, és jól érezték magukat, és hát Orbán Viktor észlelte, hogy a sarokban, miközben ott táncol az 50 nyugdíjas, a sarokban ott 4-5 fiatal heherészik, meg így elvonulva. És mondjuk kérdezte az Orbán, hogy ők kicsodák. És akkor mondta neki a Hende Csaba, hogy ők a helyi Fidesz. És Orbán Viktornak ugye ezt a szervezetépítési politikai döntést kellett meghoznia, hogy rámutatott erre az 50-re, hogy nem, most már ők a helyi Fidesz. Tehát, mert többen vannak, és ez volt a párt érdeke, mert ott növekedés az derült ki ugye a 2002-es választáson, ugye Orbán Viktor ezt elmondta, hogy sokan voltak, de nem voltak elegen, hogy többen kellenek, muszáj a végeken is építeni a pártot, és ez egy nagyon súlyos döntés, és pontosan az, hogy gondoljatok bele abba, hogy amikor egy párt elérkezik oda, hogy nagyon sok mindenen túl van ott a helyi szervezet, de mást kíván a párt érdeke, akkor ezt meg kell hozni egy bizonyos szinten ezeket a döntéseket, és ez csak ide kapcsolódik, hogy ez például egy szervezetépítési dilemma. Egy fél pillanatra visszaragadnám a szót. Ez a moderátori teljesítményemről mit mond el, de egy kérdést tettem fel, és már 4 kérdést meg lehet válaszolni, és már az 5. is kezdtetek belekóstolni, úgyhogy csak hogy ne érezem egy kicsit fölöslegesnek magamnak, felteszem az 5. kérdést, aztán utána folytathatjátok nyugodtan ezt a beszélgetést, mert lehet a 6. kérdésen, ami nincsen, azt is megválaszolnátok. Na szóval az lenne az 5. kérdésem, aztán folytassátok nyugodtan, hogy hogyan állnak szervezettségben a mai magyar releváns pártok? Más pártokban is vannak-e taggyűlésről szivárogtatók, és ha igen, kik azok? És akkor itt arra fel tovább is adnám. Én csak annyit mondanék el így az akadémiai pontosság nevében, hogy nem lehet ezt konkrétan tudni, mert hogy a pártok tagnyilvántartásai nem nyilvános adatok. Tehát innentől tulajdonképpen bárki bármit mondhat, és ez eléggé problémás. Tehát, hogy ezt a nagy nemzetközi kutatófórumokon, ha Enyedi Zsolt elmondja a többi kollégának, akkor ők ezt egymás között beismerik, hogy hát ez egy nagy probléma, aztán mindenki előhozza a több tízezres létszámos adatait, és elemzik a, nem tudom, az egyik néppártot összevetve a másik néppártal. Tehát, hogy ezzel van probléma, és szerintem ezzel komoly közjogi probléma is van, és ezt szabályozni kellene ennél jobban. De nyilván egy olyan magyar társadalmi közegben, ahol ciki párttagnak lenni, ezt nem lehet valószínűleg addig transzparensen csinálni, amíg valami apokalipszishez nem érkezünk. Tehát, hogy nem tudom én. Tehát, hogy ugye Pokorninál már kiderült, hogy az apukája mi volt, vagy nem tudom még kinek az apukájáról kell, minek kiderülnie, hogy valami olyan apokalipszis legyen, akkor egyszer csak most már ilyen történelmi nulla óra legyen, és akkor valaki azt mondja, hogy jó, akkor most tényleg minden, aki párttag volt, mindenkinek, akinek pártja van, az mutassa be a tagkönyvét, és nézzük meg, hogy akkor tényleg hány párttag van, és innentől legyen egy ilyen történelmi nulla kilométerkő, és akkor mostantól ezt így kell nyilvántartani. De ugye akkor, és ugye csak a számokat elmondja, hogy nyilván a Fidesznek van a legnagyobb taglétszám, és akkor ehhez képest látunk egy folyamatosan zsugorodó baloldali tábort, tehát látjuk a DK-nak egy elég hatékony tagságszervező munkáját, ami nyilván megint csak a korosztály specifikusan eléggé az idősebb korosztály felé tendál, mindenféle ügyeket megpróbálnak appokat is kitalálni, tehát hogy digitálissá is tegyék magukat, de összességében azért tudjuk, hogy egy előregedő a tagságbázis van, és aztán ott vannak az újabb pártok, aminek meg pár száz, maximum jó indulat a pár ezres tagsága van, vagy itt van a kutyapárt, ugye, ami nem is beszél tagságról, hanem passzivistákról beszél, tehát hogy igazából az van, és ezzel kezdtem is ezzel fejezni be, hogy vagy van értelme annak, hogy ki a tag, és akkor ezt legyen jogilag rendesen tisztába téve, és akkor a tagsággal járjanak együtt kötelességek meg jogok, vagy ezt lehet, hogy be kellene fejezni, mert ez igazából egy tagot és egy passzivistát nagyon kevés különböztet meg, és akkor csak, hogy az akadémia hogy még egyszer képviselő legyen, tehát hogy Susan Scarrow nagyon-nagyon jó könyvet tud erről írni, úgyis, hogy ezek az adatok ennyire nem működnek, de meg elmondja, meg így ábrán jelzi, hogy a tagságon túl ez a fajta aktivista réteg, ez milyenféle módokon tud csatlakozni különböző országban a pártokhoz, de akárhogy is nézzük, az van, hogy tulajdonképpen a tagság, mint olyan, az nincs jól nyilvántartva, és innentől viszont akkor mégiscsak azok számítanak, vagy azok, amik számítanak egyrészt, hogy hány szavazója van, meg hogy az aktivisták hol vannak, hogy vannak, megtöltenek-e egy stadiont, vagy nem töltenek meg egy stadiont. Médiapártot, vagy tömegpártot építünk visszatérni, vagy néppártot építünk, visszatérnék oda, és egy pici kétperces Fidesz történelmet adnék, én nagyon sok rosszat tudok a Fideszről mondani. De a Fidesz a 90 utáni magyar társadalomnak az egyetlen olyan pártja, amelyik médiapártból néppártá tudott válni.
Ez a 95-ös fordulat, amikor a liberális pártból megvette a konzervatív fordulatot, ami igazából az csak a burok volt, az a látvány volt, hogy akkor ők most nem liberálisok mától, hanem konzervatívok, hanem valójában emögött az a stratégiai, strukturális döntés volt, hogy ők most már nem a média kedvenc gyerekei lesznek, hanem Áder János meg Kövér László vezetésével elkezdenek pártot építeni, és megcsinálni a helyi szervezeteket, és ebből a 94-es 380 ezer szavazóból lett 98-ra 1 millió 380 ezer, és 2002-re 2 millió 200 ezer, és folyamatosan növekvő. Más ilyen példa nincsen 90 után, olyat látunk, amelyik néppártból médiapártá válik. Azért mondtam az elején, hogy az nagyon fontos stratégiai döntése a párt vezetésének, hogy milyen irányt vesz, mert onnan nagyon-nagyon nehéz a fordulat, nagyon-nagyon nehéz változtatni ezen. Nem szeretnék a kérdésre válaszolni, mert szerintem nincsenek pártok Magyarországon. Van egy állampárt, amely több, mint a párt tagjainak az összessége, a belevetve a Megafon influencereitől kezdve a falusi jegyzőkig, terjed a hatalma és a, úgymond az aktivista bázis, ami gyakorlatilag közpénzből finanszíroz. Van egy, hogy mondjam, egy média jelenség, amely most tűnt föl a palettán, ő sem rendelkezik párttal, csak szavazókkal. Van egy szekta, amelyben vallásos módon imádják a már kiöregecskedő feleséget, hogy klasszikussal szóljak, illetve vannak olyan szervezetek, akik túlélték, mégis meghaltak, tehát hogy gyakorlatilag közpénzben még finanszírozzák az adófizetők a frakcióikat, illetve a párt működését, de politikai ajánlattal, hatalommal és ráhatással a közélet működésére nem rendelkeznek, illetve van a kutyapárt, amely inkább mozgalom, illetve van egy olyan szervezet, amely inkább egy több, mint egy párti szubkultúra az a Mi Hazánk, hiszen amit említettem az olasz világról az előző évszázadban, az működik a szélső jobb oldalon, tehát hogyha ott elkezdesz egy cserkészként berekerülsz a Kárpátia koncertek világában, és utána elmész az ELTE BTK-ra, történelem szakra, és utána egész életedben fáj Trianon, akkor el tudsz úgy tölteni egy egész életet, hogy benne maradsz ebben a bűvkörben, és ez több, mint párt, ez egy szubkultúra. Tehát, hogy nincsenek ilyen pártok, amelyek így működnének, azzal a funkcióval, amit elmondtam, és szerintem a kutyapártnak se tenne jót, hogyha így maradna, vagy hogyha így klasszikusan párttá válna, hanem minél inkább mélyen a gyökereivel megtartva ezt az aktivizáló jelleget tudna funkcionálni. A szivároktatás, ez a kedvenc témám, és írtam is egyszer egy olyan cikket, hogy az MSZP éppen aktuális elnöke bejelentette, hogy nagyon szankcionálni fog minden szivároktatást és azonnali kizárást fog kezdeményezni a szivároktató ellen. Mindez szivároktatta nekem a választmányról egy szivároktató, aki nem tartott a kizárástól, tehát annak ennek elmés részei. Azért szeretem ezt a témát, mert valójában itt is van egy félreértés, és ilyen nagyon, nagyon pejoratív értelemben vagyunk hajlamosak gondolni arra, miközben itt arról van szó, hogy nyilvánvaló módon politikusok minden szinten kapcsolatban vannak a nyilvánosság ilyen-olyan képviselőivel, jellemzően újságírókkal. És tényleg hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy itt valami iszonyatosan megátalkodott csúf dolog zajlik mindig, miközben nyilvánvalóan arról van szó, hogy az újságíróknak mindig érdeke minél több információt megtudni, egy politikusnak akármilyen szinten pedig jó esetben az az érdeke, hogy az ő érdekeinek megfelelő dolgok derüljenek ki az ő tálalásában lehető legjobb időpontban. Tehát itt ezzel mindenki tisztában van, és itt nem csak arra kell gondolni, hogy itt valaki valamilyen árulást elkövet, hanem egész egyszerűen az újságíró-politikus kapcsolatnak része az, hogy maga a politikus
akár lehet ez egy helyi közösségnek egy tagja is, elmondja az ő álláspontját erről. Ez úgy kapcsolódik egyébként maga a szervezettséghez, hogy nekem volt egy ilyen nagyon, meg van is, egy ilyen nagyon furcsa perverzióm, hogy én az időközi választásokat így szeretem követni szerte az országban, egy picit így mélyebben megtudni, hogy mi történik ott, még akkor is, hogyha nem feltétlenül ilyen ismert jelöltek versengenek egymással, és ez azért is volt jó, mert nagyon sok olyan helyi politikussal sokszor telefonon, de van, amikor oda mentem helyben is, meg tudtam ismerkedni, és az ő tálalásukban is meghallgattam dolgokat. És pont azt vettem észre, hogy így teltek múltak az évek a NER-ben, hogy gyakorlatilag egy csomó helyen már csak a Fidesznek van ott valami fajta helyi képviselete, és fideszesek szivárogtatnak, azaz helyi fideszesek tudják elmondani, hogy egyáltalán mi ott a politikai vita, amiről szól egy helyi verseny, és nem egyszer csúsztam bele abba a problémába, hogy hiába van ott még, vagy elvileg kéne lennie valamilyen másik jelöltnek, kérdeztem a helyi baloldali pártok vezetőit, hogy adjanak már valamilyen kontaktot, telefonszámot, ott nem tudok találni senkit, aki ott helyben képviseli valamelyik baloldali pártot. És ők se tudtak, nem voltak. Tehát egész egyszerűen itt arról van szó, hogy elveszti azt a kapcsolódását ilyenkor ez a párt, hogy mondjuk a nyilvánosság egyik képviselőjének, egy újságírónak, ők keretezzék azt, hogy ott helyben miről szól a történet, vagy mi az a politikai vita. Tehát, és akkor ez így kapcsolódik a szervezetépítéshez, hogy nem kell attól félni, hogyha bővül a párt, minél nagyobb, helyben akár beszélnek újságírókkal, és ez minden szervezetnek egy nehéz dolog, és én tudom, hogy tavasszal a kutyapárt is belecsúszott, hogy kiszivárogtak olyan dolgok rögtön a médiában, amit még nem volt megrágva. Ezzel tisztába kell lenni. Amit kettőnél több ember tud, azok ki fognak így úgy szivárogni. Nyilván minden politikusnak, meg politikai vezetésnek az az érdeke, hogy az ő neki megfelelően szivárogjanak ki, de ez egy tény, ez nem fog változni, nem lehet más a politika ebből a szempontból, mert terjedni fognak az információk. Tehát itt igazából emiatt van, hogy tudomásul kell venni, hogyha egy pártépítés zajlik, akkor bizonyos szinteken születnek meg a döntések, bizonyos körben születnek meg, bizonyos felelősséggel születnek meg, és nem azért nem mondja el, nem kommunikálja azt mondjuk a mellette ülő embernek, akivel együtt röplabdázott, meg nem tudom mit csinált, mert nem szereti, hanem mert a párt logikája nem engedi meg azt, nincs azon a szinten, hogy tudjon erről. És ez így kapcsolódik össze a szervezetépítés, média, szivárogtatás, hogy ezek a dolgok nem csak Magyarországon vannak így, minden országban így történik, ez az egésznek a logikája, és a szivárogtatást én nem csak azért tartom egy olyan dolognak, mert nyilván újságíróként élek is ebből, hogy mondanak nekem információkat, de itt nem mindig ilyen árulásszerű dolgokról gondoljunk, hanem olyanra, ami képbe helyezi mondjuk az újságírót, vagy másfajta nyilvánosságnak a képviselőjét. Csak annyi, amikor itt volt ez a ominózus taggyűlés, ami után balhé lett, a kutyapárt első nagy balhé, amit nagyon sokan nem értettek. Tehát nekem az volt a tapasztalatom, hogy nem értették az újságírók sem, de a nagyobb közönségben is, hogy mi történt pontosan. És hogy nem a szivárogtatás miatt, hanem hogy nem volt az benne a magyar közgondolkodásban, hogy mi a kutyapárt és mit akar, nem volt előkészítve kifelé is az, hogy lesz egy ilyen döntés, és hogy ezek az érvek vannak mellette, hanem így a semmiből jött, és ez a fajta megágyazatlanság értetlenséget szült. És hogy a szivárogtatásra szükség van szerintem. Tehát, hogy ez az segít abban, hogy a
pártvezetők és a politikusok gondolatai a nyilvánosság, és úgy ezt nem szivárogtatásnak, hanem háttérbeszélgetésnek hívjuk. Mindjárt szebben van szólva, de hogy gyakorlatilag ugyanarról van szó, csepegtetünk információkat, hogy mi mit gondolunk és mit szeretnénk. És hogyha ezek már jobban leülepednek az újságírókban, akkor ők is tudják hova tenni ezeket a dolgokat, és nem váratlanként jön elő egy ilyen konfliktus, hanem keretbe van helyezve, és ez tök oké, hogy van egy pártban konfliktus. Hogyha nincs egy szervezetben konfliktus, akkor az már nagyon súlyos bajokat vetít elő, az már az ellényegtelenedés. Tehát, hogy a DK-ban nincsenek konfliktusok. Hogyha vannak azok ilyen személyek, hogy éppen kivel áll szóba a Feri. A Fideszben a konfliktusok úgy vannak kezelve, hogy Orbán Viktor direkt játszhatja a saját embereit. És ugye ez előre is tud vinni egy pártot, hogyha jól vannak kezelve ezek a konfliktusok, és hogyha ezek kikerülnek, mert óvatatlanul ki fognak kerülni, akkor a szélesebb nyilvánosság ezeket tudja értelmezni. Csak annyi, hogy a Fideszben vannak konfliktusok, csak nem a nyilvánosság előtt vívják ezeket meg a legtöbb esetben, azért vannak kivételek. És pont ahhoz szoktunk hozzá, hogy nagyon sok baloldali párt, MSZP a legjobb példa, meg a nyilvánosságban vívta meg ezeket a konfliktusokat. Kérdések következnek. Köszönöm a válaszaitokat, és lassan átérnénk a közös, sőt nem csak lassan, most rátérnénk a közösség kérdésekre, úgyhogy készfertartással jelezzétek, hogy a szerintetek van kérdezésre, a mikrofonon odarolnok. Jó, ott van egy képviselőasszony. Csak így mutatok. Oké, tehát mi kiszivárogtatjuk a vitákat, meg ezeket. A kutyát nem érdekli, tehát egy sor nem jelenik meg róla. Végre sikerült produkálnunk egy kis botrányt, na hát azt persze megírja a sajtó, tehát akkor azt szeretném tudni, hogy akkor az, amit mi amúgy szívesen közölnénk az emberekkel, és hogyha ennek a módja a szivárogtatás, akkor mikor fogja elérni ezt az inger küszöböt, hogy a sajtó megírja? Mert csak az érdekli őket, amikor már, ugye? Tehát a megközelítés tök mindegy, hogy a sajtó megírja-e, vagy sem. Ez lényegtelen. Tehát, hogy ne, de én ezt tartom, mondom magam ellen beszélve is, hogy más legyen a politikának, meg a politikusnak a gondolkodásmódja, tökéletesen mindegy, hogy megírja-e, vagy nem, vagy mit ír róla. Itt az van, hogyha tudom, hogy egy olyan politikai aktusra készülök, amely a sajtóban megjelenhet másképp is én, mint szeretném, akkor kénytelen vagyok azzal foglalkozni politikusként, hogy az a nekem megfelelő köntösben, vagy a nekem megfelelő narratívában jelenjen meg. Tehát ennyiben kell a sajtóval foglalkozni, hogy ez ne térítse el, hogy megfelelően legyen kommunikálva az én célom. De az miért fontos? Én is akkor visszakérdezek, hogy miért fontos az, hogy megírja-e valamit a média? Erre csatlakoznék, bocsánat. Én is úgy érzem, ahogy a Szabolcs mondja, és tisztelt leendő önkormányzati képviselők, akik lehetőséget kapnak arra, hogy közhatalomban is képviseljenek. Van egy választókörzetetek, ahol van 1000, 2000, 5000, akármennyi választó, vegyük egy 5000 fős egyéni választókerületet, ahol egy 60%-os részvételnél van 3000 szavazó, 1500 szavazattal lehet egyéni választókerületet nyerni. Van 5 évetek arra, hogy ebből az 1500-ból, ami szükséges, legalább 1000-et ismerjetek, és azt minden évben bemutassátok a politikai vezetőtöknek, akár az legyen a polgármester, akár az a kampányfőnöke, hogy ti ezzel így voltatok kapcsolatban, ezt a címét, ezt a telefonszámát ismeritek, tudjátok a problémáját, tudjátok, hogy tudjátok őket elérni üzenettel, és hogyha ez megvan, akkor most garantálom, hogy megnyered a következő választást. Hogyha ezt a feladatot elsunyogjátok, akkor nehezebb lesz, és akkor csak a szerencsére lesz bízva. És innentől kezdve, hogyha megvan az 1000 címed az 5000 fős választókerületben, akkor az a helyzet, hogy nincsen szükség arra, hogy a sajtó neked mit ír, meg a 444 megírja, hogy nem tudom, én felújítottad a járdát, vagy sem. Másnak van kérdése? Én azt hiszem, hogy az a rendszer, amiben elosztottátok a magyar politikai hátteret és küzdőteret, az eléggé nem
nem reális. El is hangzott néhányszor, hogy nincsenek pártok igazából, és természetesen baloldali pártok sincsenek természetesen, mert miért lennének? Hát kifizeti a pártok nagy részét. A milyenket nem nagyon, de mondjuk a baloldali pártokat burzsuák pénzelik, és olyan jellegű érdekeket képviselnek ezek a baloldalinak nevezett pártok, amik nem a baloldali értékek. Na most attól, hogy elkeresztelik őket, hogy mondják ezt, sündisznónak, attól azok még drótkefék. Tehát nem érdemes, hogyha mi komolyan politikáról beszélünk, akkor azt mondani a jelenlegi pártrendszerben, hogy vannak baloldali pártok, mert ebből az derül ki, hogy nincs hézag például azon a palettán, amelyikkel kapcsolatban keressük a helyünket. És ugyancsak liberális pártok se nagyon vannak, neoliberális pártok vannak alapvetően. Tehát a hagyományos liberalizmusnak igen kevés szerepe van a politikai palettán. Nemzeti szocialista párt például van, ahogy erről szó volt, és nem elsősorban csak párt, hanem mozgalom is mögötte, tehát felépült. Az a kérdés, hogy amikor mi keressük a helyünket, akkor mi mellett voksolunk, és mely értékeket tekintünk a sajátunknak. Mivel, hogy néppárt szeretnénk azért lenni, nem pedig klik vagy klub. Ennek megfelelően muszáj vitatkoznunk egymással, és muszáj többféle érdeket, érdekcsoportot becsatornázni magunk közé, ami bizony vitákkal jár. Hogyha ezeket nem vállaljuk, ezeket a vitákat, akkor maradunk klikkek. Hogyha elvállaljuk a vitákat, és megtanuljuk becsatornázni és kommunikálni, akkor néppártá tudunk válni. Csak az a kérdés, hogy egymást hogyan fogjuk ehhez kezelni. Köszönöm szépen. Ja, kicsit közületek való vagyok abból a szempontból, hogy én 2022 áprilisától 2024 májusáig úgynevezett oligarchátok voltam. Én a reményemet fektettem belétek. Pontosan azért, amiről az úr beszélt itt, mert hogy nincsenek baloldali pártok. És van egy űr. Ezt az űrt legjobban 2022 áprilisa mutatta meg. Szerintem újból egy politikai felelősség az, hogy ezt az űrt ki és hogy látja meg, és ki és hogy akarja betölteni. Ott másfél évig a Magyar Péter megjelenéséig, aki baloldali politikát akart volna csinálni, az viszonylag könnyen le tudta volna söpörni a mai politikai baloldalnak, az óbaloldalnak, vagy nevezzük akárhogy mondott szereplőket. Ez nekem szent meggyőződésem. Ehhez föl kellett volna építeni, nem biztos, lehet, hogy nem a kutyapártnak, lehet, hogy másnak, baloldali alternatívát. Szerintem a kutyapárt volt ez a legközelebb, mert amint itt látom, beigazolódott az a típusú hipotézisem, hogy nagyon sok baloldali értékrendű ember van közöttetek. Azt az összes kutatásból látjuk, hogy a társadalom döntő többségének az első számú politikai problémája az a szociális ügyek és a szegénység és a gazdasági kérdések és a megélhetés kérdése. Tehát ezt a kettőt nyugodtan össze lehetett volna hozni ebből a szempontból. Valóban nincsenek baloldali pártok, de az nem azt jelenti, hogy nincsenek baloldali gondolkodású emberek. Ugye, és itt a médiával kapcsolódóan, higgyetek el, hogy én mindenféle szabadságjogoknak nagyon nagy képviselője vagyok. De a médiapolitizálás és a néppártépítés között az a különbség, hogy én azt szeretném egy politikustól hallani, ez a személyes igényem, hogyha bemegy egy televízióba és megkérdezik, hogy mi a kérdés az LMBTQ jogokról, akkor az a választ várnám, hogy én minden embernek a szabadságát vágyom.
annak a 3 milliónak is, aki nem tud ma megélni, mert egyszerűen a létminimum alatt él, és nincsen meg az élethez való szabadsága, mert nem tud kimozdulni a lakásából, ha egyáltalán van lakása. Azt szeretném látni, hogy nem belpesti Airbnb-s kérdést csinálunk a lakhatás problémájával, 2-3 ezer embernek a problémáját, amiről lehet sokat beszélgetni, és nagy média hype-ot, hanem arról a 100 000 szükség nélküli, vagy szükséglakásról, vagy komfort nélküli lakásról, és az abban élő családokról, akik az országban mindenhol élnek, mert szerintem ez egy kicsit nagyobb rangú probléma annál a 2000 lakásnál. És hogy a médiapolitizálás hogy ragadja el a figyelmet a lényegről? Mert itt most mondtam 2 dolgot, nagyon fontosak a szabadságjogok és az LMBTQ jogok, de az a helyzet, hogy ahhoz kormányra kell kerülni, és ahhoz nem kell pénz. A parlament első munkanapján behozok egy törvényjavaslatot, hogy mit szabad és mit nem szabad, és ez egy döntés kérdése. Pénz az a szociális kérdések megoldására kell, hogyha kormányra kerültem. Arra kell tudni válaszokat adni, és az érdekli a legnagyobb többségét a társadalomnak. Amit gondolattal csatlakoznék hozzád, hogy ez a társadalmi nevelési kísérlet, ami sikeres volt a kommunista párt alatt, ugye, de sok esetben azért ez az orosz tankoknak is köszönhető volt, és sikeres volt a Fidesznek is, hiszen jobbrább tolta a magyar közvéleményt számos kérdésben. Sikeres lehet-e egy független hanggal úgy, hogy nem rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, mint mondjuk az orosz tankok, vagy az ellopott közpénzmilliárdok a Fidesznél? Hogyan lehet alulról szerveződve meg nem leváltani a népet, hanem lépésről lépésre átalakítani a gondolkodás módját, hogy az a fajta értékvilág, ami számunkra fontos, az nekik is jó, és nekik is fontos, és hogyan lehet így szépen lassan, mert valószínűleg milliárdok nélkül ez nem fog gyorsan menni, azt a fajta értékstruktúrát, amivel rendelkezik most még kimondatlanul a kutyapárt, elvinni tömegekhez, hogy megéri felszólalni, megéri megcsinálni a dolgokat, akkor én is feltennék egy kérdést, ki az, aki már megoldotta egy másik állampolgártársa problémáját? De én nem az, hogy segítek a szomszédnak, mert valami, hanem hogy így van egyfajta közügy, amivel fordult hozzám, és akkor én segítettem ennek legalább aláírás gyűjteni, hogy erősebb legyen hangja is. Nekem ez nagyon pozitív volt, hogy itt a társaság fele ezt megtette. És hogyha a társaságnak, hogyha ezt 5 év múlva is fölteszem itt a kérdést, a társaságnak 80%-a is fölteszi a kezét, akkor azt mondom, hogy ez egy sikeres politikai közösség, mert egyre több embernek tudod segíteni, és ne felejtjétek el, ezek az emberek emlékezni fognak 10 év múlva is. Nekem jönnek vissza tényleg így emberek, akik, hogy emlékszem, 10 év adtál nekem egy zöld almát. És ugye ez apróságnak tűnik, de ők megjegyzik. Tehát nagyon sok, hogyha segítesz egy bármilyen dologban elintézni, megjegyzés pozitívan, és már csak jobban nyitott a te gondolataidra és hangodra. Nem tudom idővel, hogy állunk, de azért itt a részvételiség kapcsán, meg ugye beszélgettünk házmesterekről, meg a politikától ki mit vár el. Tóka Gábornak egy ilyen magánkörben többször elmondott gondolata, hogy igazából szerintem a részvételiségnek a legjobb terepe ma Magyarországon ezek az ilyen lakógyűlések, és ezeket kellene megnézni, hogy is állunk a demokráciával, hogyha a lakógyűlésen milyen típusú beszélgetések folynak, és hogy hányan vannak, akik mondjuk így, ahogy a Gábor is kérdezte, hogy megoldja a másik problémáját, tehát hány olyan megoldó ember megy el egy lakógyűlésre, aki valamit meg is akar oldani, és hányan vannak, akik csak ütik az asztalt, hogy túl sok a lakbér. Tehát, hogy kutyapártnak ebben, és nem véletlen, hogy a kutyapárt beszél a részvételiségről, meg hogy ebben a szemléletváltásban mindenképpen lehet szerepe egy nagyon aktív közösség, akiknek ezt az aktivitást kellene valahogy tovább vinni. Vagy olyan, tehát ugye itt ez az elvárások kapcsán közpolitikákról beszélünk, akkor nem beszéltünk eleget, vagy nem is említettük például a Fidesznek a rezsicsökkentés nevű óriási közpolitikai csomagját, amiben tulajdonképpen
tulajdonképpen majdnem mindenféle megélhetési problémára próbáltak, és részben ilyen házmester szemmel ugye választ adni, és mind a mai napig kapjuk ezeket a csekkeket, hogy mennyit spórolt nekünk a Fidesz. Tehát, hogy csomószor így adunk ki, hogy a Fidesz mindent megoldott, de valójában ezeket nem oldotta meg, a kommunikációsan megoldotta, meg talált olyan üzeneteket, amik jól rezonálnak helyben a társadalomban. Tehát a kutyapártnak is ilyesmikkel kellene foglalkoznia, és itt tényleg most nem látom Juhász Veronikát, de itt a reklámhely, hogy ő például csinált egy tök jó anyagot, és tényleg ezt szerintem érdemes, nem tudom, melyik workshopban beszéltek róla, de hogy, és szerintem humoros is, hogy lakjunk jól egymással. Tehát, hogy a második kerületben hogyan lehet jól együtt élni, és az együttélésnek a szabályai azok hogyan tudnak mindenki számára hasznosak lenni. Tehát például a kutyapárt ilyen típusú és baloldali vagy jóléti megközelítésben tud, és helyi szinten és az emberek nyelvén beszélni, ezt már bizonyítottátok, csak ezeket szerintem egymás között is jobban ki kellene beszélni, meg ezeket a példákat szerintem vigyétek el mindenhova. Tehát, hogyha van egy-két ilyen anyag, meg egy-két ilyen jó kezdeményezés, akkor ezt próbáljátok meg először a saját körben megvitatni, ezt a minél több település, és minél több közegben elvinni, és ezekkel dolgozzatok. Ez szerintem egy nagyon jó végszó volt, és először is megköszönöm vendégeimnek, hogy részt vettek ezen a kerekasztal beszélgetésen, amit nektek, hogy türelmesek voltatok, és végigültétek, és jó kérdéseket tettetek fel. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!